Kedves nézőink, jó napot kívánok! Különleges meghívott van itt a Kolozsvári Televíziónak a stúdiójában. Nyári Krisztiánnak hívják. Nos, aki Facebookos felhasználó, az pontosan tudja, hogy kicsoda Nyári Krisztián, de hát gondolom, hogy a nézőink között vannak olyanok is, akik nem Facebookoznak, nincsen Facebook oldaluk. Nyári Krisztián, röviden összetudná-e foglalni, hogy kicsoda Nyári Krisztián? Megpróbálom. Én nem irodalommal foglalkozom már nagyon régóta, valamikor réges-régen tanítottam irodalomtörténetet a Pécsi Egyetemen, és aztán utána teljesen mással kezdtem el foglalkozni, és ma is abból élek, kommunikációs tanácsadó vagyok. És ettől függetlenül engem mindig érdekelt a irodalom, de már csak ilyen hobbi szinten. És valamikor év elején elkezdtem néhány régi képet föltenni a Facebook oldalamra, elsősorban a barátaim kedvéért, és aztán elkezdtem írni hozzájuk először rövidebb szövegeket, aztán egyre hosszabbakat, és elkezdték az ismerőseim kérni, hogy még kiről írogassak, és aztán magam is csodálkozom rajta azóta is, hogy egyre többen és többen, akkor már nem ismerőseim, hanem ismeretlenek is feliratkoztak, és elkezdték ezeket megosztani, meg olvasni. Úgyhogy így nem tudnám összefoglalni, hogy én mit csinálok, mivel foglalkozom, magam is kicsit kívülről csodálkozva nézem, hogy ezt ilyen sokan most már 15 ezeren olvassák és osztják meg. Valamelyik újságíró kollégám, mindenképpen hivatkoznék rá, bár a nevét nem jegyeztem meg, említette az írásában, hogy tulajdonképpen egy jelenséggel állunk szembe. A jelenségnek a neve az, hogy nyári krisztiánozás, ami abból áll, hogy reggel 8 óra, kávé megfőtt, kitöltjük, bekapcsoljuk a számítógépet, leülünk, rámegyünk a Facebookra, és keressük Nyári Krisztiánnak a legújabb írását a magyar irodalom nagyjairól, tulajdonképpen azoknak a magánéletéről. Miről szólnak ezek a rövid történetek, amelyeket te feltöltesz, megírsz és feltöltesz? Nem tudnám a műfajt meghatározni, tulajdonképpen ezek ilyen kis etűdök. Magyar irodalom, illetve magyar művészet történet számomra kedves alkotóiról írok, írókról, költőkről, festőkről, zeneszerzőkről, és nekik is elsősorban a magánéletükről, a párkapcsolataikról. Legalábbis ez az általam feltöltött írásoknak a nagy része az valahogy ebbe a furcsa műfajba sorolódik. Tehát ez egyrészt magántörténet, szerelmi történetek, csak híres emberekkel estek meg, másrészt pedig egy kicsi kortörténet, hiszen mindenkinek az életrajzában benne van az a kor, amikor vele megestek ezek a dolgok. És gondolom ezért is érdekel ennyi embert, mert szeretjük ezeket az írókat, költőket olvasni, de ugyanakkor szeretjük ezeket a szerelmi történeteket is, és hogyha ez a kettő együtt van, akkor talán ez lett az oka, hogy ezt ilyen sokan olvassák és kedvelik. Lőrinc és Ilona innentől kezdve kerülték egymást. Babicsné, immár török szofiként, egy idő után dühöt is érzett a volt vőlegénye iránt. Rajta múlt elsősorban, hogy utóbb férje elhidegült tanítványától, csak évek múltán rendeződött a kapcsolatuk. A szokatlan jegyesség történetét később mindketten másként beszélték el. Ilona arról számolt be, hogy őt valójában már kezdettől Babics érdekelte, a fiatal költő csak eszköz volt a másik férfi eléréséhez. Lőrinc pedig arról írt, hogy ő valójában csak sajnálatból akarta elvenni Ilonát. Valószínűleg mindkét visszatekintés, utólagos önigazolás. Úgy tűnik, akkor és ott nagyon is komolyan gondolták, hogy összekötik az életüket. Lőrinc a szerelmi háromszög lezárulása után szinte azonnal ugrott bele egy újabb kapcsolatba. Még a Babics házasságát ünneplő vacsorán ismerkedett meg a nála 5 évvel idősebb Mikes Klárával, Mikes Lajosnak az Estlapok szerkesztőjének lányával. Ugyanebben az évben, 1921 szilveszterén össze is házasodtak. 1921 nyarán a 25 éves Szabó Lőrinc és felesége, a 30 éves Mikes Klára kirándulásra indultak barátaikkal Csillebércre. A 15 fős társasággal tartott a vékás házaspár is. Velük eredetileg Klára barátkozott össze. Előző évben ő mutatta be Vékás Ödön kereskedőt és feleségét, a 23 éves Korzáti Erzsébetet a férjének. Lőrincnek első látása szimpatikus volt a vidám és természetes fiatal nő. Szerette a nőket, élődött, flörtölt vele is, de semmi komoly.
A kiránduláson azonban minden megváltozott. A társaság jól érezte magát a tisztáson, fogócskáztak, játszottak, később táncoltak is. Lőrincre áramütésként hatott, ahogy Erzsika a játék során hozzáért. Udvarolni kezdett a nőnek, aki nevetve elhárította, de azért boldogan fogadta. Így kezdődött az állandó bujkálással, lelkiismeretfurdalással, bűntudattal terhelt kapcsolat. 25 évig tartott. Erzsike bűnösnek érezte magát barátnőjével szemben, de nem volt ereje szakítani annak férjével. Keveset találkoztak, akkor is csak rejtőzködve, de a levelezés soha nem hagyták abba. A titkos szerelem pillanatait Szabó Lőrinc sok versében megírta. S ha ígérném, hogy ma oda megyek. Számolni kezdeném a perceket. Örülnél? Hogy örülnél? Mennyire? Ha szeret, szíved megszakad bele. S ha mégse lehet, ha nem leszek ott? Füst, s láng bennem is együtt kavarog. Képzeld, már is zörgetem bokrodat. Nem mozdulok, el ne riasszalak. Szép az a lugas, az a friss gyepágy. Na, zöldány, tücskök, ezüst éjszakák. Mit mond majd az első tekinteted? Hogy eddig csak hazudni mert neked. Szegény fiú, féltél tőlem, ugye? Félelmes az Isten igézete. Utad leszek tőle a föld fele. Az vagy, ígéret, minden gyönyörű. Várj, ma, talán. Én se tudom, mi lesz. Még a boldogság is rettenetes. Honnan szeded össze az adatokat? Ez igazából minden egyes alkotóra, akiről írok, igaz, hogy van neki monográfusa, vannak irodalomtörténészek, akik az ő életrajzát A-tól Z-ig nagyon sokszor megkutatták, mindent tudnak róla, és meg is írták ezeket. Valószínűleg olyan folyóiratokban vagy monográfiákban, amit hát kevesen olvasnak. Tehát minden egyes alkotónak van egy olyan szakértője, aki nálam 100 000-szer többet tud róla. Én csak elolvasom ezeket az írásokat, ha több van, akkor többet, és megpróbálom a magam módján feldolgozni, vagy azokat az érdekes részleteket kiemelni, amik számomra is fontosak belőle. Tehát én nem vagyok olyan értelemben kutató, hogy elmegyek és levéltárba megnézem a soha meg nem jelent levelezését egy-egy írónak, hanem megnézem, hogy mi az, ami megjelent ebből, és írtak róla. És van olyan, akiről 30 éve leírták ugyanazt, amit én most újra fogalmaztam és föltettem a Facebookra, és nagyon sokan rácsodálkoznak, csak 30 évvel ezelőtt ez talán kevésbé volt érdekes, vagy kevesebb emberhez jutott el. Tehát ezekért, az adatokért, történetekért, elsősorban azokat a filológusokat, irodalomtörténészeket, művészettörténészeket illeti a dicséret, akik annak idején ezt megtalálták. Bár hozzá kell tennem, hogy van egy, és ez csak a Facebookon történhet meg, vagy egy a közösségi médiában, hogy ami egy irodalomtörténésszel, aki a könyvtárban ül, és utána megír valamit, nem esik meg, az, hogy föltöltök egy történetet, és utána 2 óra múlva jelentkezik annak az írónak, akiről írtam, az unokája, és hozzátesz valamit, vagy elküld egy képet, egy fiatalkori képet, amit mondjuk soha nem publikáltak. Tehát ez a közvetlen visszahatás, ez egy nagyon, számomra is nagyon fontos élmény, és ez nem, egy igazi irodalomtörténésszel ez nyilván ritkán esik meg, de hát én már nem vagyok igazi irodalomtörténész, ugye a saját örömömet is szolgálja ez, hogy ilyen adatok, történetek, képek előkerülnek, amik talán örökre vagy jó sokáig még fiókban maradtak volna. Ez így nagyon szépen, nagyon kellemesen és nagyon könnyedén hangzik, hogy hát írok egy szöveget, feltöltök egy képet, összekeresem, összeszedem az adatokat, de hát azért ez tulajdonképpen munka. Bizonyos értelemben igen, bár örömet okoz, és addig is szeretném csinálni, amíg ez nekem is jól esik. Hát valójában tudom, hogy hol kell keresni. Hát biztos nehezebb lenne, hogyha olyan történeteket kéne írnom, amihez nincsen közöm. De hát valaha mégiscsak irodalomtörténész voltam, tehát tudom, hogy mik azok a helyek, mik azok a fiókok, amiket ki kell nyitni az interneten, hogy ezeket megtaláljam. De tényleg nincsen benne olyan értelmű, mély kutató munka, hogy napokig kéne egy-egy életrajzot levéltárakban, poros kézírásos levelekből kiolvasnom. Már szívesen csinálnám, csak erre nincs időm. Úgyhogy én tényleg elsősorban az internetről, persze vannak otthon könyveim, még azokat is használom hozzá, de azért 80%-a ennek az interneten megtalálható. Tehát közismert adatokról van szó.
Akkor mivel magyarázod ezt az óriási sikert? Mert nőtt, 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 először egy kis hógolyó volt, most már lavina lett belőle. Hogyan tudod, mi az, ami megszólítja az embereket, az olvasókat az írásaidban? Ezen sokat gondolkodtam én is, főleg azért, mert ez a szakmám, mint ilyen kommunikációs tanácsadó, tehát én kereskedelmi, meg egyéb kampányokat tervezek, és miközben ez ilyen relatíve sikeres, nem tudom megmagyarázni, hogy ha ezt terveztem volna, akkor miért azt lépem, amit. Valószínűleg mondjuk három oka van annak, hogy ezt így szeretik olvasni. Az egyik az, hogy kép. Hát ezerszer többen elolvasnak egy olyan történetet a Facebookon, amihez van egy kép, és ezek elég szuggesztív, megragadó képek olyan emberekről, ráadásul akikkel valamilyen viszonyban vagyunk, mert elolvastuk a műveit, ha máskor nem, akkor az iskolába, diákkorunkba. Tehát a kép az biztos, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen kontaktus kialakuljon azzal a szerzővel. Utána pedig az, hogy ezek azért magánéleti történetek, amire legyünk őszinték, mindenki kíváncsi. Bizonyos szempontból ez bulvár, hiszen magánéleti sztorikat mesélek el, csak akikkel megesett, azok mégsem a valóságsokból ismert szereplők, hanem olyan alkotók, hát akik valamit letettek az asztalra. És a másik oka, hogy sokan ezt úgy olvassák, hogy jé, micsoda titkok, amit én nem tudtam, hogy mi ezeket az alkotókat, szerzőket az iskolában ismerjük meg, ami egy eléggé kötött műfajú életrajzokat ismerünk, ezek kanonizált életrajzok, amit a történelem lecsiszolt belőle egy csomó mindent, ami nem fért bele, amire úgy gondolták az akkori tankönyvszerzők, hogy a serdületlen ifjúság nehogy megtudja, hogy mondjuk Petőfi Sándornak, amikor már jegyben járt Szendre Júliával, közben volt másik szerelme is rövid ideig, hát ez lecsiszolódott. És akkor mindig újra és újra, amikor előkerül, akkor rácsodálkozunk, hogy jé. És valószínűleg az is egy olyan motiváció, hogy ezeket a történeteket újra és újra elolvassuk, mert azért ebből kiderül, hogy nem papírmasé szobrok, szentek ezek az írók, költők, hanem ugyanolyan emberek, mint mi. És biztos ez is egy olyan élmény, ami miatt az ember szívesen megosztja a barátaival is utána ezeket, hogy jé, hát ilyen mással is megesett már, gondolom én. De lehet, hogy teljesen más az oka. Nagyon nehéz elemezni valamit, aminek mi magunk is részesei vagyunk. Nagyon sok interjúban megjelent az, hogy több mint 10 éven keresztül voltál Demszky Gábornak a kommunikációs vezetője. Most az, hogy kommunikációs szakember vagy, mennyire segít például ebben a műfajban téged? Mert én arra gondoltam, hogy lehet te pontosan tudod, hogy hogyan kommunikációs szakemberként, hogy hogyan, mennyire kell adagolni az információt, mikor és mit kell mondani, és hogyan kell mondani és leírni, és hogy lehet, hogy emiatt van ez a siker. Ezen igen, valószínűleg van egy ilyen is, hogy tulajdonképpen az én szakmám az nagyon leegyszerűsítve abból áll, hogy vannak hosszú történetek, ráadásul egy része nagyon szakmai, bonyolult történet. Nekem a Városházán egyik nap a budapesti úthálózat felújítását kellett elmagyaráznom az embereknek, másik nap a színházak finanszírozását, harmadnap a hajléktalanokat, negyednap a buszközlekedést. És hát ezek olyan ügyek, amik elég bonyolult szakmai nyelven megírt történetek, és az volt a dolgunk, hogy ezeket röviden és úgy, hogy az emberek is megértsék, hogy miről van szó, tulajdonképpen magyarról magyarra lefordítjuk. És bizonyos szempontból most is valami ilyesmit csinálok, mert egy 1000 oldalon leírt életrajzból kiemelek olyan szálakat, amire én azt gondolom, hogy érdekes lehet az olvasók számára. Tehát van benne sok olyan tapasztalat, amit bizonyára felhasználok a munkámból. Hogyan választod ki a történeteknek a főszereplőit? Az elején ez úgy volt, hogy azokat kezdtem el leírni, amik amúgy is a fejemben voltak. Tehát én egy irodalom tanszéken dolgoztam, és ha nem én, akkor a kollégáim ezeket a történeteket elmesélték, meg elmondták, hogy én milyen érdekes dolog esett meg valakivel.
Tehát a legelején az első 10-15 történet, azt viszonylag gyorsan leírtam. És kiráztad a kis ujjadból. Hát azért legfeljebb meg kellett néznem, hogy tényleg abban az évben történt-e, tényleg így hívták-e azt a hölgyet pontosan. Tehát utána néztem a dolgoknak, de az úgy, azokat a történeteket el tudtam mesélni, és csak le kellett írnom. És aztán utána elkezdtek javasolni, hogy hú, hát ez még semmi, de nézd meg, hogy Füst Milánnal mi történt. Vagy, és akkor elkezdtem ezeket olvasni. Az általam leírt történetek egy része, nekem is újdonság volt, mikor először találkoztam vele, és elolvastam, és hű, de érdekes, ezt tényleg meg kéne írni, tehát ez az egyik része. A másik, hogy azért én elsősorban olyan alkotókról írok, vagy tulajdonképpen kizárólag, akik nekem valamilyen szempontból fontosak. Tehát ha nem érdekel, akkor igazából az se érdekel, hogy mi történt vele. És hát most már tényleg az van, hogy javasolnak, meg küldenek ötleteket, meg mindenféle. És elfogadod ezeket a javaslatokat? Vagy időnként igen, időnként nem? Vagy... Hát most már annyi van, amit így fölírtam magamnak, hogy ezzel kéne foglalkozni, hogy alapvetően elfogadom. Azt nem biztos, hogy meg fogom írni, vagy eljutok odáig, hogy megírjam. Meg van, akiről hát keveset tudok, tehát sokat kéne olvasnom ahhoz, hogy írni tudjak róla, és nem mindig van ám időm rá. Egyébként véges ez a történet? Ezt úgy lehet bővíteni, nyújtani, belátod a végét? Mikor lesz vége ezeknek a sztoriknak, vagy van-e egyáltalán vége? Bizonyára van, de amikor én ezt elkezdtem írni évelején, akkor azt gondoltam, hogy mondjuk január végén, hogy hát márciusig csak kitart. És aztán azóta is lett. A magyar irodalom történet, művészet történet azért elég széles és nagyon érdekes történetek vannak benne, de hát ezt ki lehet nyitni másfele is. Részben a magyar művészetnek még van számos ága, van a nemzetközinek is, bár az ugye egy nehezebb, felelősségteljesebb dolog, mert azért jó pár nyelven kéne tudni olvasni, hogy teljes képet tudjak adni. De hát van magyar tudománytörténet, meg mindenféle érdekes dolog. Tehát egy ideig, amíg nem okoz nagy nehézséget, meg túl sok energiabefektetést, hogy egy ilyen rövid történetet összehozak, addig ezt csinálom, és még azért van bőven. Hát említsünk meg néhány nevet azok közül, akikről írtál. Amint említetted, irodalomtörténeti, művészettörténeti alakokról van szó, de hát többnyire írók, költők magánéletét, szerelmi történeteit boncolgatott. Hát kikről van szó? Valószínűleg azért írók, költők, mert róluk tudok a legtöbbet, és van ennek a általán választott műfajnak két természetes határa. Az egyik a fotókorszaknak a bekövetkezte, tehát a 19. század közepe utolsó harmada az, amikor ezek elkezdődnek, mert fotó ...nak a kísérő szövege igazából az, amit én írok. Tehát hiába tudok jó történeteket Csokonairól, nem akarok festményt, meg részkarcot föltenni, lehet, hogy egyszer az is bekövetkezik. És a másik fele pedig a 20. század 70-es éveivel zárul, mert onnantól kezdve már élő embereknek az érzékenységét sérteni, hogyha egy ilyen szerelmi történetet elmondok, szereplők még élhetnek, úgyhogy az ott körülbelül a vége, és hát ami közte van, az pedig az irodalomtörténetnek a legszebb korszaka, vagy legalábbis számomra az a bő 100 év. És hát most nem tudok így kiemelni, de azt hiszem a időben a legelső, akiről írtam már, hogy a történelmi időben, az Petőfi Sándor, és hát a vége pedig Vörös Sándor, vagy nem tudom, hogy van-e nála fiatalabb, meg újabb. És a kettő között pedig minden van. Tehát nyilván az általam leginkább kedvelt korszak az a 19.-20. század fordulója, a nyugat indulásának az időszaka, de még ez sem igaz, mert 50-es évekről is írtam már. Nagyon őszintén tárod fel a dolgokat, kendőzetlenül, tehát elmondod, hogy igenis Adinak a szerelme Diósiné Brülladél látszatházasságban élt a férjével, aki homoszexuális volt. Elmondod Faludi Györgyről is, hogy homoszexuális kapcsolatban élt, már nem emlékszem a párjának a nevére. Eric Johnson. Igen, Eric Johnson, köszönöm szépen, évtizedeken keresztül. Elmondott, hogy Molnár Ferenc verte tulajdonképpen az összes szeretőjét, feleségét. Kivéve, aki őt verte meg. Olyan. Kivéve, aki őt verte meg. Tehát igazából azt is mondhatnánk, hogy szobrokat döntesz le
Mert abban igazad van ugyan, hogy sematikus az irodalom történetünk, és Petőfit mindig a háromszínű lobogóval a kezében, tehát ilyen ábrázolásokon látjuk. Viszont arra gondoltál-e, hogy amikor ennyire lecsupaszítod ezeket az embereket, ezeket az alkotókat, akkor megdől ez az egész irodalom történet, és másképp látjuk őket? Néha persze eszembe jut, mert ebben van felelősség. Tehát nekem egyetlen egy, az összesről, tehát kb. 80 művészről írtam, egyetlen egy esetben volt olyan, hogy bennem összedőlt valami, amikor Kassák Lajosról írtam, aki nagyon cudarul bánta a feleségével, aki egyébként egy zseniális asszony volt, de az összes többinél nem éreztem úgy, hogy ez bármi szobrot lerombolna. Tehát például engem gimnazista koromban nagyon foglalkoztatott, mikor Adiról tanultunk, hogy miért tűri el ez az ember már, hogy a diósi ödön, hogy a feleségével együtt oda költözik hozzájuk Párizsba, Adi, és ott együtt élnek el, micsoda tutyimutyi alak volt ez, hogy nem emelte föl a szavát, és így meg összeáll a kép, tehát így egy elég világos történet, és tulajdonképpen az ő hármasukban mindenki a lehető legpozitívabb részét kivette a dolognak, és mindenki jól járt addig, amíg ez a szerelem Lédesadik között tartott. Tehát így én is megértettem meg, ahogy olvasom, miket írnak, akik ezt megosztják, az olvasók, tulajdonképpen számukra is világos lett. És az egy érdekes, és mutatja az egész irodalomtörténetünknek ezt a kultikus voltát, hogy ezt nem irodalomtörténészek írták meg először, hanem Czajzelendre, aki ugye teljesen más szemszögből vizsgálta Adi életét. Tehát, hogy az úgy nem fért bele, hogy ő egy ilyen, ott élt egy közös háztartásban a szeretőjével, meg annak a homoszexuális férjével. Pedig annyira világos a történet, hogy ki kell kellett menekülni, hol máshol tudna legalább majdnem teljes életet élni egy diósi ödönhöz hasonló ember, mint Párizsban. Ez is megmagyarázza, hogy miért ott él egy nagyváradi kereskedő pont Párizsban. És hát Adinak, és illetve Diósi Ödönnek és Lédának az élete túl azon, hogy hát ennél az oknál fogva nem volt ez egy olyan típusú teljes értékű házasság, mint ahogy a házasságot elképzeljük, de mégis egy szimbiózisszerű, nagyon szoros kapcsolat volt Léda haláláig, nagyon, nagyon mély érzelmi viszonyban élt a férjével, aki egyébként a férfiakat szerette, de az ő történetük is nagyon szép a maga módján. Biztos, hogy így van. Említetted a visszhangot, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy rögtön miután megjelenik az írás a hozzátartozó képpel, perceken belül érkeznek a visszajelzések az olvasók részéről. Olvasod-e őket, és ha olvasod, akkor utána, az utóéletében az írásodnak mennyire veszel részt? Olyan értelemben, mindegy, persze, hogy olvasom, meg nagyon jó ötletek, meg további kiegészítő információk vannak, és hát most, hogy ebből egy történeteknek egy részéből könyv készül, erre építettem is. Tehát mit tudom én, amikor írtam Sárközi Mártáról, Molnár Ferenc lányáról, és az ő férjéről, Sárközi Györgyről, akkor két nap múlva, vagy sőt, még azon a napon jelentkezett az ő dédunokája, mindenféle érdekes adalékkal egészítette ki a történetet, sőt, küldött egy fiatalkori képet is Sárközi Mártáról, ami az interneten legalábbis nem volt elérhető, de nagyon sok ilyen van. Írtam Kálmán Imréről, zeneszerzőről, és jelentkezett egy úr Németországból, aki ismerte a lányát, és beszélt is vele, tehát a lánya tudta, hogy én megírtam ezt a történetet, és rá egy hónapra meghalt. Tehát, hogy ezek nagyon izgalmas és hát szép dolgok, amiben egy klasszikusan papírra publikáló szerzőnek nincsen része, mert amire van egy visszacsatolás, az hónapok, de inkább évek. Hogyan érzed magad ennek a közösségnek, amelyet tulajdonképpen te teremtettél, és hát mondjuk virtuális térben teremtődött meg, de maga a közösség nem egy virtuális közösség, hanem létező, élő, érző, gondolkodó emberekből áll. Hogyan érzed magad, mint ennek a közösségnek a központja? Hát ez nagyon furcsa. Furcsa szerep, meg furcsa érzés. Próbálom, hát ugye humorral nézni, hogy na hát, hogy mennyi emberé vagyok én tulajdonképpen felelős, meg azért
Ugye én azért vagyok most itt ebben a stúdióban, mert fölírtam a Facebookra, hogy jövök Kolozsvárra, és azért írtam föl, mert tartozom annyival most már az olvasóimnak, hogy elmondjam nekik, hogy most 4 napig nem fogok írni semmit, mert nem vagyok itthon. Úgyhogy ez bizonyos szempontból az embernek a Facebook használati szokásait megváltoztatja, meg mindig gondolnom kell rá, hogy valami elvárások vannak. De azért nem akarok ennek olyan értelemben rabjává válni, hogy akkor is írok valamit, amikor nincs kedvem hozzá, amikor legszívesebben mással foglalkoznék, akkor azt egy elhatároztam, hogy kényszerből ezt nem csinálom. Említetted, hogy könyvformájában is megjelennek, megjelenik a történeteknek egy része legalábbis. Gondolod, hogy ez az áttörés az egyik médiumból a másik médiumba, ez fog működni? Nem tudom. Viszont kiadók, sok könyvkiadó megkeresett, ők úgy gondolták, hogy igen, és ők mégiscsak jobban értenek hozzá, mint én, úgyhogy elhiszem nekik, hogy lesz, aki ezt megveszi. Hát ez egy érdekes kísérlet, hogy lesz-e. Ugye egy speciális műfaj, hiszen a történeteknek a nagy része ott van a Facebookon, bár mindegyiket kibővítettem, meg kiegészítettem műrészletekkel, levélrészletekkel, tehát bizonyos szempontból ez bővebb. De hát mégiscsak, aki nagyon akarja, ez egy nagyon hasonlót elolvashatta a Facebook oldalamon. De a könyvkiadók azt gondolták, hogy ez megél könyvformájában is, úgyhogy meglátjuk, októberben megjelenik, és akkor kiderül. Hát októberben várható. Érdeklődve várjuk. Egy utolsó kérdésként nem hagyhatom ki azt, hiszen itt vagyunk Kolozsváron, és már említetted, hogy milyen szerencsének vagy véletlennek köszönhető, hogy itt vagyunk a stúdióban. Tehát ha már itt vagyunk Kolozsváron, akkor... Én kolozsváriként és erdélyként azt kérdezném tőled, hogy nem szeretnél-e hangsúlyosabban foglalkozni az erdélyi magyar írók történeteivel is? Hát így végig nézve azokat a szerzőket, akikről írtam, bár nem tudatosan válogatom úgy, hogy most akkor egy erdélyi, egy pesti, egy dunántúli, hanem ahogy jön, azért elég sok erdélyi szerzőről írtam, de nem azért, mert ők egyébként erdélyek, hanem mert számomra kedvesek. Tehát így külön hangsúlyosan nem tervezem, hogy akkor most innentől kezdve csak erdélyekkel egy fél évig, de az biztos, hogy mivel nagyon szeretem, a kedvenc szerzőim között vannak sokan, tehát biztos, hogy sorra fognak kerülni áprilitól Kuncaladárig sokan, mert szívesen leveszem őket a polcról, vagy Bánfi Miklóst. Nagyon szépen köszönöm, Krisztián, hogy itt voltál Én velünk köszönöm. A stúdióban. Mit üzensz az olvasóknak? Hogy merjenek kételkedni. Tehát az nagyon fontos dolgok vannak a tankönyvekben, életrajzokban, de lehet, hogy annál még érdekesebb dolgok is vannak. Hát szerintem kíváncsinak kell lenni, meg nem feltétlenül elfogadni azt, amire van írva, hanem utána menni. Sok érdekes dolog előkerül. Köszönöm szépen. Köszönöm.